Kellemes szép estét kívánok mindenkinek, a Bajai Televízió sportmagazinja kezdődik. Szép sikerekről számolhatunk be a mai lelátóban, hiszen több sportágban is komoly eredményeket értek el az előző hétvégén versenyzőink. A mai összeállításban szó lesz cságáncsról, kickboxról, labdarúgásról, valamint egy igazi különlegességgel is készülünk az önök számára. Jöjjenek a részletek! Utánpótlás sporttal kezdjük a mai lelátót, méghozzá labdarúgással. Egy szenzációs siker kapujában állt a BALSE U9-es korosztálya. Erről beszélgetünk a Gárda trénerével, Csengő Lajossal. Lajos, köszöntelek. Tegyük rendbe először is a sorozatot. Vojás kupa nem egy ismert sorozat, legalábbis ez idáig a labdarúgó berkekben számomra nem volt egy ismert sorozat. Itt indítottátok el az U9-es korosztályt. Mit takar ez a versenyeztetés? Szia, Tamás! Ja, hát tulajdonképpen ötödik alkalommal van megrendezve, vagy lett megrendezve ez a Vojás kupa. Ez egy nemzetközi torna kiírás, ami azt jelenti, hogy négy helyszínen folynak a selejtező küzdelmek. Az idei évben Tokodon, Pilismaróton, Budapesten és Szlovákiában, Párkányban voltak a selejtezők. Összesen 28 csapat vett részt U9-es korosztályban az idei évi tornán. Szenzációs fődíjat tűztek ki a szervezők. Igen, ez motivált is mindenkit. Összesen 28 csapat fért be a nevezésekbe, de én úgy gondolom, ettől jóval több volt a nevezés, csak a csoportokat így tudták szerintem összerakni. Itt ugye a fődíj egy BL meccsre való utazás, autóbuszos utazás belépővel. Ez volt a fődíj, és ugye hát a srácoknak elég volt azt mondani, hogy a Barcelona vagy Real Madrid, Bayern, de voltak olasz csapatok és Juventus, Róma. Tehát mindenképpen nem csak arról szólt, hogy nyerje meg egy sorozatot, hanem arról, hogy utána ugye egy jó hangulatú utazáson is részt vehettünk volna. Mielőtt rátérünk a mostani tornának, az idei tornának a részleteire, az U9-es korosztályodról mesélj egy kicsit, jó kis garnitúra dolgozik a kezed alatt itt. Igen, a 2008-as születésű gyerekek alkotják most a BLS U9-es csapatát. Évek óta, ugye már óvodáskoruk óta együtt vagyunk, kiemelten tehetséges korosztály, én úgy gondolom, ezért keresem is a kihívásokat, és erős bajnokságban is, egy országosnak mondható Kölyök Ligában is részt veszünk, ami nagy kihívás a csapatnak, de ez idáig jól helytállunk ott is. Nézzük a Vojás kupa részleteit, azt mondtad, hogy négy helyszínen voltak selejtezők, ti hol léptetek pályára, hogy sikerült a selejtezőkör? Mi a budapesti csoportba kértük a nevezésünk elfogadását. Négyes csoport volt, Budafokon játszottuk a nagycsarnokban, nagyon jó körülmények között. A csoportunkban a Mészöly Foci Suli, a Lábatlan, a Szanda, és nem is tudom, ki volt a negyedik. Erős csoportunk volt, erős csoportunk volt, és a lebonyolítás is tulajdonképpen úgy működött, hogy lejátszottad a csoportmeccseket, és akkor az első és a negyedik játszott újra egy rájátszást, a második a harmadikkal, és a két győztes, a két vesztes játszotta utána a döntőt és a harmadik, negyedik helyért. Meglett az országos finálé. Meglett, aránylag azt mondom, hogy simán, de ehhez kétszer le kellett győznünk a jó erőkből álló Mészöly Foci Sulit, úgyhogy csoportban egy 2-1-es szűkös győzelem, a döntőben viszont 2-0-ra azt mondom, az úgy simábbnak tűnt, de ami nehezítette a dolgunkat, hogy 12 perc volt egy meccs, nem lehetett hibázni, kaptál egy gólt, nagyon nehéz volt utána bármit is tenni, bár volt rá példa itt a Szandával pont az elődöntőben majd. Hibásoljunk akkor az országos döntőről, azt mikor, hol rendezték, és milyen célokkal mentetek Pestre, egyértelműen a BL jegyért? Nyilván, hát óriási volt a motiváció, a srácokban is, szülők is ugye lelkesen álltak hozzá, és hát mi is edzők. Itt már a 8 csoportgyőztes és a legjobb második volt, aki a mi csoportunkba jutott be, a Komárom. Tehát én azt mondom, hogy erős volt a selejtező csoportunk is. Hála Istennek elkerültük a
Én úgy gondolom, hogy az ország egyik legjobb U9-es csapatát, az UTE Akadémia U9-es csapatát, ők a másik csoportba kerültek. Nálunk a Pesszent Imre, a Lábatlani focisuli, a Szanda, a Szolnoki focisuli, és mi voltunk így a csoportban, a Dalnoki Akadémiával együtt. Dráma a Köbön, ami ezután következett, mesélj a szereplésről. Igen, tulajdonképpen egy döntetlenünk volt a Dalnokival az első meccsen, a másik két meccsünket aránylag simán nyertük, és az UTE-val egy 0-0-at játszottunk már a keresztbejátszáson, a döntőben, és ott valóban dráma volt, de én hozzátenném, hogy az elődöntőben egy olyan Szanda focisulival játszottunk, akik a csoportjukban megvették 2-0-ra az UTE-t, ami meglepetés volt, és ott mi az elején kaptunk egy gólt a Szandától, és a végén 3-1-re nyertünk. Az egy óriási, talán azt mondom, hogy ott jött ki a legtöbb a srácokból. Tudták, hogy talpra kell állni, és 12 perc alatt megfordítottuk. Hát ott már mindenki meghatódott velem az élen, szégyen, nem szégyen. Az öltözőben nem nagyon tudtam mit mondani a srácoknak. Jött a finálé, amely ugye a Bajnokok Ligája jegyekről döntött az Újpest ellen, nem akármilyen körülmények között. Igen, 0-0 lett, nagyon jó meccset játszottunk. Voltak helyzetek nekik is, nekünk is. Sajnos nem tudtunk gólt rúgni, és 3-3 büntető volt az elszámolás vége, ahol a második után 2-1-re vezettünk, ők kihagytak egyet. Úgyhogy a harmadikat, ha mi berúgjuk, akkor egyértelmű, hogy kiutazik. Sajnos nem rúgtuk be, így ők tudtak egyenlíteni. A negyedik rúgásnál viszont olyan történt, amit nem igazán értek. Azóta is úgy többször átgondolom, hogy tulajdonképpen miért is történt ez. Mi berúgtuk a negyedik büntetőt, amit a játékvezető újra rúgatott, és miután a játékosom is és én is megkérdeztem tőle, hogy ezt most miért, csak annyit válaszolt, hogy nem hiszi, hogy meg kellene, hogy magyarázza. Most ezután, ahogy lenni szokott, ugye ismétlés, mi kihagytuk, ők berúgták. Ennyi nullott, hogy nem mi utazunk akár egy BL meccsre, vagy egy neves csapathoz bajnokira. Van szerencsém, vagy volt szerencsém több kispályás tornán is részt venni, jóval kisebb tétnél felnőtt embereket megvisel. Egy-egy ilyen hetes párbaj, egy-egy kihagyott büntető, vagy egy-egy ilyen döntés, gondolom ez egy 9 éves gyerek esetében hatványozott. Hát igen, nehéz volt a srácokat összeszedni, főleg ugye aki kihagyta a harmadik büntetőt, ott szülő, gyerek, edző, mindenki együtt sírt, és ami borzasztó jó volt, én le is írtam a beszámolomba, idegen szülők, ugye akik ott a tornán részt vettek, mint a 8 csapat, a hajrá bajától volt hangos, miután egyértelmű volt, hogy a játékvezető nem igazán díjazta a vidéki csapatokat, és nem mondhatni, hogy segítette, de ne is segítse, tehát nem ez volt az elvárás, csak ami olyan, azt akkor adja meg lehetőségként. Gondolom az élményt viszont senki nem tudta elvenni a fiataloktól, azért így most már néhány nap távlatából még mindig beszédtéma lehet ez a budapesti döntő. Igen, annyiból nyilván előjön, hogy ugye itt mennek a BL meccsek, hogy de jó lett volna, lehet, hogy pont erre mentünk volna, amit ugye nem tudunk még, hogy mi lett volna, melyik meccs lett volna a díj, de hát természetesen, hogy téma. Ugye Lajos bácsi, jövőre is megyünk, én megígértem nekik, és meg is próbáljuk, én azt hiszem. Hogy alakul a folytatás a következő hetekben a korosztály számára, mire készültek most? Mi ugye, ahogy az előbb említettem, a Kölyök Ligában is jó helyen zártunk, és a Felsőházban játszunk tovább. Ez azt jelenti, hogy Fradi, UTE, Vasas Akadémia, tehát nagyon jó csapatokkal, és a hétvégén Gödöllőre utazunk, úgyhogy újra nagy erőpróba előtt áll az U9-es csapat. Amit még a döntőhöz hozzátennék, hogy nagyon büszkénk vagyunk arra, hogy a 8-as döntőnek a BLS-e adott gólkirályt, Mándit Márko személyében, és ezúttal én szeretnék a Márkónak gratulálni ehhez.
Márkónak is és a többi játékostársának is tedd meg ezt légy szíves a mi nevünkben is, valamint te is fogad elismerésünket a sikert illetően, hasonlóan zajos folytatást a következő időszakra. Köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Mi pedig folytassuk kickboxsal, hiszen 2 napos nemzetközi versenyt rendeztek az elmúlt hétvégén az MNLMK sportcsarnokában. Lássuk, mi történt a csarnokban. Ismét megtelt harcosokkal a német nyelvű gimnázium sportcsarnoka. Évek óta megszokott dolog, hogy nemzetközi versenyt rendeznek tavasszal Baján, ezúttal 202 nevezés érkezett az eseményre. A magyarok mellett szerb és szlovák versenyzők is voltak, így erős mezőnyben kellett bizonyítani. A legnagyobb létszámmal természetesen a bajaiak voltak, akik közül többen is az éremszerzés reményével indultak harcba. Köztük volt Tukacs Fanni is, aki mindkét mérkőzését megnyerve lett aranyérmes. Szombaton volt selejtező, és ma volt egy döntő, amit megnyertem mind a két meccset. Mesélj a két meccsről, milyen ellenfelekkel találkoztam, milyen meccseken vagy túl? Hát Loki Knighton voltam, és az első ellenfelemmel is nehéz dolgom volt, de döntőben nehezebb, de sikerült. Ha jól tudom, akkor komoly biztatásban részesítettek az osztálytársak? Igen, osztálytársaim is, akkor nagyon sok ismerősöm, rokonok, csapattársak, nagyon sokat. A fiúk sem akartak lemaradni a lányok mögött, Blazsev István szintén remek hétvégét zárt. Szombaton és vasárnap is nagyot küzdve állhatott fel a dobogó legfelső fokára, és vehette át a bajnoki övet. Nagyon jól alakult a hétvége, ismét egy nagyon jó ellenfelet kaptam. Nagyon ügyes volt, technikás, gyors, de a meccs végén sikerült egyhangú pontozással ismét nyernem. Mi döntött? A taktika az az volt, hogy minél gyorsabban megpróbáltuk először a combos technikákat dolgot alkalmazni, de utána kézzel dolgoztuk, és úgy ment rá a combos. Mennyire volt különleges abban a szempontból, hogy hazai közönség előtt, hazai környezetben kellett bizonyítani most? Ez egyfajta buzdítás is volt számomra, hiszen hazai közönség is vitt az adrenalin előre, a győzelem felé, és nagyon örülök most. Szombaton a selejtező mérkőzéseket bonyolították le, míg vasárnap a döntőket rendezték meg. A harcosok több kategóriában bizonyíthattak, melyek közül mindenhol színvonalas csatákat láthatott a közönség. 202 versenyző jelent meg, és rengeteg helyről, éppen még a szerbek fognak játszani, most majd döntőznek még Muay Thai kategóriába például. Én úgy gondolom, illetve hát a bajaiak is még döntőzni fognak most 3 kategóriába. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon hosszú időszakon vagyunk túl, hiszen egy kemény szervezési munka van mögöttünk. Én már a mostani visszajelzések alapján úgy gondolom, hogy legtöbben elégedetten fognak távozni Bajáról, és azt az információt kaptam, hogy elégedettek a verseny szervezésével. A Kick Thai Boxing Team Baja végül 8 aranyat, 9 ezüstöt és 3 bronzot nyert a hazai rendezésű viadalon. Én mondhatom azt, hogy egy elégedettség van bennem, bár aki tudja, aki alattam dolgozik az edzőteremben, tudja, hogy elég maximalista ember vagyok. Én azt mondom, hogy egy nagyon erős mezőnyben jó eredményeket tudtunk hozni. Körülbelül várhatóan egy 5-8 aranyért még játszunk döntőket, a maximum 10, amit tudunk hozni, 5 vagy 8 érmet, aranyérmet tudunk első helyet elhozni a nemzetközi bajnokságról. A többieknek van második, harmadik, negyedik, ötödik hely, ki már hanyadik volt. Én úgy gondolom, hogy maximálisan elégedett vagyok. Pontosan még ezt nem látom át, erről egy statisztikát kell majd készíteni. Erős volt a torna? Nagyon erős volt. Nagyon erős mezőny volt, nagyon jó versenyzők voltak és vannak még, és most még a ringben ugye 15 mérkőzés lesz körülbelül, a páston pedig még 8 mérkőzés van, ami azt mutatja, hogy hát közel egy 300-350 mérkőzésen vagyunk túl, ezt is fogom majd pontosítani, ami a óriási szám. Mezőfi András és csapata mostantól a november 18-ai Fight Night-ra készül, ahol egy világbajnoki címmérkőzés is szerepel a tervezett programban. Ma
Maradjunk a küzdő sportoknál, de viszont váltsunk cselgáncsra, hiszen az elmúlt hétvégén rendezték meg a felnőtt Európa bajnokságot, ahol szoríthatunk Szigetvári Mercedesért is. A szereplésről beszélgetünk a Mogyi Bajai Judo Klub kiválóságával és felkészítő edzőivel, Radics Attilával. Köszöntelek titeket. Merci ugye juniorkorú versenyzőként várta a felnőtt megméretést a kontinens viadalon, nem nyomta agyon a teher a vállát ezek alapján. Jól gondolom, Attila? Hát jó gondolod. Igazából úgy mentünk ki erre a versenyre, hogy lesz, ami lesz, kiarcolta a részvételt, éljünk vele, aztán tényleg egy nagyon jó tapasztalatszerzésnek indult az egész. Lesz, ami lesz. Mi volt az egyéni elképzelésed, mi volt a terved az EB előtt? Hát, mert megláttam a sorsolást, az volt az elvárásom, hogy egy meccset nyerjek. Mert megláttam a sorsolást, az így jó helytállásra minősült, tehát... de végül sikerült az, amit elsőleg szerettem volna. Mielőtt rátérünk az EB szereplésre, a felkészülésed, a formaidőzítés, az úgy sikerült, ahogy kell? Szerintem nagyjából igen. Osztod a véleményt, Attila? Hát igen, most megmondom őszintén, nekünk nem ez a fő versenyünk ebben az évben, tehát azért nem erre természetesen készültünk rá, de én úgy gondolom, hogy neki a csúcsformát azt az év második felébe kell majd nyújtania. Arra készülünk, akkor lesznek a korosztályos világversenyei, de tényleg nagyon rendben volt. Beszéljünk akkor a részletekről. Azt mondod, megláttad a sorsolást és módosítottál a terveken, kivel kerültél szembe, bomba sikerrel kezdted az EB-t? Rio olimpiai bajnokával kezdtem, és kicsit félve indultam neki az egésznek, de így az esélytelenek nyugalmával, és Radi, amit mondott, azt sikerült megcsinálnom, és így jól sikerült a meccsem. Mit mondott a mester? Gyakorlatilag nagyon eldobáltad ezt az olimpiai bajnokot. Hát azt mondta, hogy jobb kézzel nem foghat föl, meg nem húzhat be, és ezt is sikerült kiküszöbölnöm. Ugye kettő vazari volt, ami a régebbi szabályrendszer szerint már győzelem lett volna. Kitoltak veled a szabályalkotók, tatamin kellett maradni és megőrizned az előnyt. Mekkora volt a pulzusod? Nekem tetszett így is. Radír, hogy láttad kintről, gondolom azért téged is meglepett, Merci? Hát tényleg egy meglepetés volt, gondolom az EB egyik meglepetése volt az a mérkőzés. Hát azért ilyen egyszerű nem volt, hogy a Merci elmondta, hogy jobb kézzel ne fogjon föl, meg ezt lefogjuk. Azért egy ennél összetettebb a dolog, de tényleg amit megbeszéltünk, meg amit, ahogy kielemeztük ezt a francia versenyzőt, nagyon okosan megoldotta, tényleg már azt mondom majdnem, mint egy felnőtt judós olyan szinten. Hát le a kalappal előtt, hogy ezt így sikerült. Az ellenfélnél a judó ruha alatt egy nagy mellény is lehetett? Igen, még ezt is tanácsoltam neki a mérkőzés előtt, hogy nagyon valószínű, hogy ez a versenyző azért, ahogy mondod, nagy mellénye fog fölmenni. Ugye nem ismerte még Mercedes-t, holott ugyanakkor évelején ezekben a nemzetközi edzőtáborokban, ahol járunk, azért ott mérkőztek egymással. De ott még nagyon látszódott az erőkülönbség a francia versenyző javára. Úgy néz ki, hogy jó, haladunk jó irányba, úgyhogy most ez így azt hiszem, hogy kiegyenlítődött. Ment tovább az EB, jött kettő mérkőzés, még számodra kettő vereség jött, de viszont azt gondolom, hogy semmiféle oka csalódottságra nincsen. Milyen két meccsed volt a győzelmet követően? Hát következőnek egy ukrán lányjal mentem, akivel tavaly az U23-as EB-n bronzmeccsen. Hát most sajnos rosszabbul sikerült, mint akkor, de azt én rontottam el, én voltam figyelmetlen, és úgy szorított le a lány. A Bilaszágon pedig egy bosnyák ellenfelem volt, akinél éreztem tényleg, hogy jóval erősebb, mint én. Attila? Ahogy mondja, tehát így történt. Egy kicsit, ugye, mint mondtam, nem volt nagy elvárás ezen az EB-n, tényleg az volt a cél, hogy menjünk ki, aztán szerepeljen, legyen egy jó meccsen, mérkőzzön egyet. Hát aztán evés közben jött meg az étvágy. Ugye láttuk, hogy az ukrán versenyzővel kell mérkőzni a legjobb négy közé jutásért. Hát én nagyon bíztam benne, hogy meg fogja oldani ezt is. Sajnos tényleg volt ott egy hiba a meccsen. Kár érte, én majd legközelebb gondolom, az erre jobban fog figyelni. Rossz hírem van, letetted végérvényesen a névjegyed a felnőttek mezőnyében, számolni fognak veled most már a következő versenyeken. Én meg csak örülök. Viszont egyfajta terhet is jelenthet ez, radírázva a fejét, nem? Szerintem sem. Nem, még úgy gondolom, hogy nem azért. Majd hát itt ugye még jövőre is juniorkorú, először a juniorban, ott már, azt mondom, ott már valamilyen szinten teher, hogy eredménykényszer van.
ezt ott szépen még megtanulja, és akkor ezt majd felnőtt mezőnyben is tudja majd kezelni. Mit szólt a szakma? Hát mindenki. Azt mondom, valamilyen szinten ámult, bámult. Hát tényleg gratuláltak nagyon sokan. Talán ez már a... Tehát ez egy, ugye ő a tavalyi Európa-bajnokságon is indult felnőtt EB-n. Oda is direkt azért lett, azért vitték ki, mert hogy tapasztalatszerzés legyen, látnak benne fantáziát, és úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Ezen az úton most egy szarajevói verseny következik. Mi a terved, mi a célod hétvégére? Hát szerintem egy érmet megcélzok. Összejöhet? Attila, nem Smerci megy egyedül, ugye, mik az elvárásaid a csapattól? Három versenyző indul tőlünk most, ugye Köller Milán, Knetigem Őke és Mercedes. Hát azt mondom, hogy egy érmet jó lenne hozni, igaz, hogy ez egy kicsit 23-as, sőt, hát felnőtt korosztály, tehát ez még mindig nem a saját korosztálya, de az a célunk, hogy egy érmet szerezzen, nem csak ő, hanem akár a Milán is, akár az Emőke is. Hatalmas gratuláció mindkettőtök számára, hasonló folytatást kívánok, akár hétvégére is, akár hosszabb távon. Köszönjük. Most pedig egy olyan dolog következik, ami még nem volt a Bajai Televízió történetében. Az elmúlt hétvégén Skander nemzeti döntőnek adott otthont a Bácskai Kultúrpalota. Jöjjenek a részletek! Teljesen megtelt szombaton a Bácskai Kultúrpalota, sokan voltak kíváncsiak az ország különböző pontjairól Bajára érkező erős emberekre. A színpadon felállított három asztalnál különböző kategóriákban és több súlycsoportban mérték össze erejüket a versenyzők. A Magyar Skander Szövetség közel 30 egyesülettel rendelkezik, a mostani nemzeti döntőre pedig az előversenyeken nyújtott teljesítmények alapján lehetett bejutni. 30 klubunk van országos szinten. Ez kvalifikált, itt kluboknak kell kvalifikálni, 17 klub tudott kvalifikálni versenyzőt, és ebből válogatjuk, mert ez kvalifikáció a VB-re is nyilvánvaló. A Világszövetségnek a főtitkára, Milcsa Simonescu is itt van, hozta a scoring csapatát a Világszövetség, nemzetközi mesterfokozatú bíró is, egy olasz hölgy is itt van. Próbáljuk a srácokat szoktatni a nemzetközi vezőnyre, két szlovák versenyző kért versenyengedélyt Magyarországra, mivel itt jobb a mezőny, a magyar mezőny, és jobb a fordulók, jobb a versenyek vannak. Ezért ők is itt vannak és kvalifikálták magukat a versenyre, pedig nagyon jó szerepelnek ők is. Baján most mutatkozott be a sportág, ráadásul zajos siker kíséretében. Tulajdonképpen a Magyar Skander Szövetség főtitkár, én 10 év vagyok elnök, és nekem már 10 éve a főtitkárom is van, az egyik legjobb barátom Raus Tamás, ki helyi lakos, úgy neki már tavaly megalapult a Bajai Skander Klub, és akkor gondoltuk, akkor lejövünk ide, megmutatjuk Bajának, hogy egy ilyen nagyon komoly sport is létezik, annyira komoly, hogy idén már világbajnokságot fogunk rendezni. 1500 induló és 60 ország részvételét várjuk a versenyre. Egyértelműen a népszerűsítés a cél a mai napon itt a bajai lakosság körében? Ezt a régiót is meg kell jobban fognunk, mert itt azért hiányoznak még innen egy versenyzők az országos palettán, és akkor ezzel gondoltuk, hogy így próbáljuk bemutatni itt bajai népnek, vagy a környéken lakó falvaknak, vagy kisvárosoknak, hogy itt van egy nagyon jó Skander klub, van egy nagyon jó edzőjük is, Bogdán Róbert, világbajnoki ezüst, bronzérmes lett most, tavaly lett Masters kategóriába, úgyhogy minden segítség megvan. Úgy érezzük, hogy a bajai önkormányzat is segíteni fog nekik, és reméljük minél több világbajnok és Európa-bajnok érmest tudunk majd innen is delegálni. A mostani versenyen természetesen külön értékelték a hölgyek és a férfiak teljesítményét, valamint a korosztályok alapján is elosztották a nevezőket. A viadal különlegessége volt, hogy az egyik asztalnál a mozgássérültek is megmutathatták erejüket. Raus Tamás a Honi Szövetség főtitkára, tőzsgyökeres bajai lakos, akinek nagy szerepe volt abban, hogy városunkban rendezték meg a nemzeti döntőt. Volt itt egy kicsi csúszás, de hát ugye ez most nem is azt mondom, hogy terv szerinti csúszás volt, de ugye erre azért lehet számítani, elég sokan vagyunk. Én azt gondolom, hogy jó lesz, jó a helyszín is, tényleg se nem kicsi, se nem nagy, tehát mindenki eddig elégedett így a visszajelzések alapján is. Abszolút laikusként néztük eddig ugye a mérkőzéseket, nehezen állnak be néha a fiúk, ez is megszokott? Igen, tehát olyan nincs semmi kirívó. Nyilván annak lehet, hogy kirívó, aki először van ilyen rendezvényen, de ez így néz ki, tehát én azt gondolom, hogy minden a helyén van, és minden jó. A tavalyi esztendőben megalakult a Bajai Skander Sport Egyesület, így már van is kinek szorítanunk a versenyeken. A legnagyobb név Bogdán Róbert, aki az edzői feladatokat is ellátja az egyesületnél.
Azt tudnám elmondani, hogy Baján is alakult egy klub, Rausch Tomi vezetésével. Nagyon jó helyezéseket értünk el legutóbbi fél évben különböző világversenyeken. Jó magam harmadik lettem egy világbajnokságon, amit Bulgáriában rendeztek meg, valamint voltunk kint Olaszországban egy professzionális világkupán, ahol harmadik lettem, úgy szintén, és pont a mai nap vehettem át az érmemet. Ugye az Egyesület most szervezőként is ott van, ugye a szövetség első alkalommal hozta Bajára ezt a nagyon komoly versenyt, helyt kell állni ebből a szempontból is. Így van, ez az első alkalom, hogy Baja szervez egy nemzeti döntőt, ugyanis ez nemzeti döntő. Ezzel a versenyen lehet magát kvalifikálni a versenyzőnek a világbajnokságra, ami úgy szintén itt lesz Budapesten megrendezésre. Cél a népszerűsítés a bajai lakosság, a bajai emberek körében, a Skander azért még egy sötét folt volt idáig Baján. Természetesen, ez cél, így van. Milyenek a visszajelzések, túl még a verseny elején vagyunk, hogy fogadják a Bácskai Kultúrpalotát, a helyszínt, a rendezést? Hát tele van, nagyon-nagyon sokan jöttek el, hála jó Istennek. Szerintem kicsike is ez a hely, ez a rendezvényhez. Fantasztikus a nézőközönség, és nagyon jól érezzük magunkat. A Robi talán több súlycsoportba is indul, meglátjuk. Nyilván ugye itt a közeljövőben azért lesz egy EB, tehát itt ugye a formaidőzítés minden sportban be tud azért határolni bizonyos dolgokat. Én azt gondolom, hogy ő azt mondta, akkor ígyük el neki, és bízunk benne, hogy úgy is lesz. Robinak most is sikerült megvalósítani az előzetes elképzeléseit, hiszen bal kézzel első, míg jobb kézzel második lett. Ez pedig egyenes kijutást jelent az Európa-bajnokságra, amit május közepén Lengyelországban rendeznek. Kíváncsiak voltunk rá, hogy egy-egy győzelem mennyiben múlik az erőn és mennyiben a technikán. Ennek is megpróbáltunk utána járni. Ugye én csak dolgozok itt 20 éve, de sportolni nem sportolok. Én azért azt gondolom, hogy nyilván erős sport, de mi minden erős sportban, most ha valaki úgy erős és itt megáll a tudomány, az azért itt se elég. Tehát most így a százalékos arányokat ugye nehéz, illetve sokszor vannak érdekes párok is, ugye, hogy valakinek valaki ellen nem megy, és mégis egy másik meg tudja azt verni, tehát hogy kinek mi fekszik. Nyilván azért az erő dominál, de itt a gyorsaság is, amit az előbb mondtál, illetve azért itt is van többféle technika. Ha így az ember visszanézi, hogy milyen meccsek vannak ugye ott, és most nem csak arra beszélek, hogy ugye valami egy másodperc töredék alatt lemegy, a másik meg tovább tart, de ugye itt van többféle technika, amiket ugye ha valaki a birtokában van, vagy ha valaki jó használ, az előrébb jár a többinél. A szakemberek véleménye alapján pedig Baja jó házigazdának bizonyult, így hamarosan újra városunkba látogathat a Skanderes mezőny. Több versenyünk van, ha nem a nemzeti döntőre, országos bajnokság, vagy esetleg gondolkodunk nekünk, bocsánat, hogy két év múlva lesz nekünk egy junior világkupánk, ide is eloszthatjuk őket. Ugye most már van egyesületünk, én azt gondolom, hogy tényleg jó verseny volt, mások is szerették, már így a versenyzők. Én szeretném, ha majd minden évben meglátjuk, hogy hogy tudunk itt, ugye a versenynaptárunk nekünk is kötött, de én azért szeretném, ha minden évben lenne valami megmozdulás így, ami a Skanderhez köthető. A tapasztalatok mindenképpen pozitívak, így joggal reménykedhet benne a sportágat kedvelők tábora, hogy a Skanderesek hamarosan visszatérnek Bajára. A lelátó végén a műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket. Egy hét múlva, csütörtökön este ismét találkozhatunk. Viszontlátásra!